Kedves nézőink, a mai alkalommal egy újabb vörös világfajtával ismerkedünk meg, a sirázzal, vagy szürá, ahogy a franciák mondják. Nem véletlen, hogy kétféleképpen is ejtik a nevét, ugyanis a szőlőfajta eredetileg francia és a Rhône völgyéből származik, de az új világ, illetve a világ nagy részén eléggé elterjedt. Hosszú ideig az volt az általános vélekedés a szakmai körökben is, hogy a perzsiai Siráz városához van valami köze, de a genetika kiderítette, hogy Franciaországból, a Rhône völgyéből származó ott őshonos szőlőfajtáról van szó. Tulajdonképpen a Rhône völgyén kívül Languedoc-Roussillonba is nagyon elterjedt, ott inkább egyszerűbb tömegborokat készítenek belőle, de Dél-Afrikába, Dél-Amerikába, különösen Chilében elterjedt. A magyar borfogyasztó leginkább az ausztrál sirázzal találkozhat, mégpedig általában alsó és középkategóriás boroknál nem tisztán, hanem siráz és cabernet sauvignon küvéje, amivel az ausztrál bortermelők az egész világot ellátják. Egy viszonylag robosztus, késői érésű, melegigényes, elég vegetális fajtáról van szó, aminek elég nagy fürtjei vannak, és rendkívül sok színanyagot termel, és elég sok csersavat is. Ezzel együtt, hogyha jól beérik a szőlő, akkor nagyon szép zamatai vannak. A legfőbb illatjegyek azok a szeder, a bors, a fahéj és a csokoládé, amiben persze már a hordós érlelés is belejátszik. Abban az esetben, hogyha nem érik be a szőlő igazán, akkor megjelenik benne egy kissé kellemetlen, egy ilyen égettes gumis illat is. Ez hasonlóan, mint ahogy a cabernetben a zöld paprika, azt mutatja, hogy maga a szőlő, az alapanyag nem volt elegendően érett. Siráz Magyarországon még viszonylag kis mennyiségbe terjed el, és valószínű, hogy nem is lesz túlságosan sok belőle. Villányba és Szekszárdon találhatók ültetvények, de ezek ilyen 1-2-3 hektáros ültetvények. A poharunkba egy 2008-as évjáratú polgárpincészetből származó siráz található. 2008 az egyik nagyon jó évjárat volt a 2000-es években, 2007, 8 és 9 mind a három kiemelkedően jó évjárat volt. A siráznak szüksége is van ezekre a hosszú, meleg nyarakra, hogy igazán jól beérjen. A színe általában ugyanolyan sötét és vastag, mint a cabernéké. Amint az előbb említettem, az íz világa és az illatvilága azért eltér a cabernéktől. Hát ebben a borban is ez a borsos, fahéjas, csokis jelleg érezhető. Kis hordóban volt a bor, de eléggé helyesen a villányi borászok jó részt már nem írják rá a borokra, hogy barikolt bor, ugyanúgy, ahogy a francia borászok se írják rá, és igazán a hordó használat akkor megfelelő egy borban, hogyha első pillanatra nem is vesszük észre, hogy ez barikolt bor, hanem egy bizonyos idő kell, át kell gondolnunk, hogy ez hogyan készült ez a bor. Nagyon határozott ízvilág, ez a szedresség nagyon szépen érződik a borba. Még annak ellenére, hogy negyedik éves bor, még viszonylag nyers, és hordós érlelés után a palackos érlelés is nagyon jót fog tenni neki. Ezt a bort a vastagsága, testessége okán elsősorban sült húsételekhez tudom ajánlani. Különösen ez a húsosság, ez az, ami jól harmonizál a különböző vörös húsokból készült sültekkel. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!